A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár alaksora adott otthont a közösséget összekovácsoló eseménynek. A társasjáték délutánon Szűcs Márk és barátai voltak a játékos kedvű látogatók segítségére. A mai délutánon ismét összegyűltek a gyermekek, hogy társasozhassanak. A mai napra milyen játékokat hoztak el nekik? Sok mindennel készültünk. Van a klasszikus klassz, azt nagyon szoktak szeretni. Aztán van a Sushi Go, azzal is nagyon sokan szoktak játszani. Most összeszedtem több újat is, ami innen-onnan ismerősöktől van, a kocka póker, meg gazdálkodj okosan, Scrabble, így egyszerűbb játékokat, hogy a fiatalabb korosztály is tudjon vele játszani, és könnyen el lehessen magyarázni a szabályokat is, vagy maguktól rá tudnak jönni esetleg. Milyen típusú játékokkal érkezett mindenféle korosztálynak szóló megtalálható az asztalon? Próbáltunk igen úgy készülni, hogy minden korosztálynak legyen. A kisebbeknek is most már készültünk. Eddig mindig úgy vettük észre, hogyha jöttek ilyen 6-8 évesek, hogy kevés volt olyan, aztán most azért van olyan is a repertoárunkban, de főleg inkább azért még mindig az idősebb korosztálynak van. Láttunk 18 pluszos játékot is, a felnőtteknek is készültek? Igen, ilyenek is vannak, így abból mondjuk kevesebbet készültünk, mert mégiscsak inkább a fiatalok szoktak jönni. Úgy voltunk, hogy bármi megtörténhet, bármilyen korosztály ide látogathat. Hogyan válogat a játékok közül? Néz esetleg videókat, hogy mennyire tetszik, van-e bizonyos típusú játék, ami megfelelő lehet, vagy saját tapasztalat alapján leveszi a polcról, megnézi, hogy mennyire érdekes a szabály, mennyire érdekes maga a játék, és ez alapján választja ki. Én mondjuk úgy szoktam elsősorban, hogy a téma az fog meg, és utána derül ki, hogy milyen a szabály. Általában inkább a téma szokott érdekelni. A gyerekek mennyire tudják feldolgozni a szabályokat? Nagyon érthetően van leírva, tehát a leírás könnyen értelmezhető, vagy kell egy kis segítség nekik? Olyan játékokat szoktunk hozni, ami könnyen tudnak értelmezni, de mi azért vagyunk, hogyha elakadnak esetleg, akkor tudjunk segíteni. Ugye nem egyedül érkezett most sem. Tavaly is volt már ilyen társasedély délután, és szintén segítőkkel érkezett. Kik ők? Buzás Dániel és a Besenyi Sebastian. Lett volna még több tagunk is, de ők sajnos nem értek rá. Több éve barátok, esetleg a társasjáték hozta önöket össze? Igen, az hozott minket össze, még jó pár éve kitaláltuk, pontosabban én írtam Facebookra, hogy szeretnék egy ilyet csinálni, és akkor ők megkerestek engem, hogy ők is csatlakoznának. Azt hiszem, legelőször így csináltunk, voltunk a Szajnán, aztán most kaptunk lehetőséget, hogy megint itt legyünk, most minket kerestek meg már pár éve. Manapság ugye a gyerekek inkább az internet világában mélyülnek el. Hogyan köti le őket most a társasjáték? Úgy vettem észre, hogy újra a divatba jött a társasjáték, és igen, így az internettől kicsit nehéz elszakadni, meg nagyobbak az impulzusok, meg több. Egyre több játékot adnak ki mindenféle korosztálynak, és ezek most lekötik a gyerekeket is. Melyik az a típusú játék, amit a legtöbben keresnek? A kártyajátékok azok a legnépszerűbbek, legalábbis azok közül, amiket mi hoztunk. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy azért otthon is a családok sokszor elő-előveszik a társasjátékokat. Mit tanácsolna, miért tegyék ezt? Talán jó közösség építő ereje van? Igen, nagyon jól össze tudja hozni az embereket a társasjáték. Van konkrétan most itt olyan, ami ilyen asszociációs játék, hogy csak szavak vannak ráírva, és arról kell beszélni, arról a szóról 7 percig, és ezzel nagyon jól meg tudják egymást ismerni az emberek. Akár ilyen, tényleg ilyen ismerkedésként, hogy teszem azt randinál, hogy elhozzák, és akkor nincs jobb ötletük, hogy miről beszéljenek, és akkor ez ilyen nagyon jó ilyen beszélgetés indító lehet például.
hasznos időtöltés mellett milyen készségeket lehet fejleszteni ezekkel a játékokkal? Az asszociációt tudja nagyon jól fejleszteni, például némelyik játék, logikus gondolkodást, rögtönzést, például szerintem a matematikai képességeket is akár fejlesztheti. Ismeretterjesztő is lehet némelyik játék. Nagyon sok ilyen társast látunk a polcokon, a játékboltok polcain. Azért a retro játékoknak is van még létjogosultsága a mai világban? Igen, így a gazdák, hogy gyakosan például azt mai napig szerintem adják ki újra. Mindig is egy klasszikus lesz, mert egyszerű játék, de jól leköti az emberek idejét például. Aztán a Scrabble is ilyen, hogy az is szerintem jó 30 éves biztos megvan, de az is ugyanúgy egy klasszikus. Az idei évben mi volt a kedvenc? Melyik társas játék? Ahogy észrevettem, a Sushi Go az mindig kedvenc, meg van ilyen csocsószerű a Clask, azt is nagyon szokták szeretni. Ez a kettő, ez hibátlanul beszokott jönni. A jelenlegi délutánon ahányan részt vesznek, ön most elégedett? Azt látja, hogy érdeklődnek a fiatalok a társasjáték után? Igen, azt veszem észre. Nem túl jó az idő odakint, úgyhogy lehet, hogy az kicsit akadályozza az embereket, hogy eljöjjenek, de végül is elégedett vagyok. A logikai és ügyességi játékok mellett sokan kipróbálták a csocsót, a biliárdot és az asztali teniszt is. A jó hangulatban zajló programon a kézügyességre is szükség volt. Aki épp két játékos forduló között pihenésre vágyott, ők Tombor István néval készíthettek zseníliapókot. A tömőanyaggal és színes modellező drót segítségével készült apróságokból rengeteg verzió készült. Közösségi ház munkatársai a délután folyamán szörpel és egy kis harapnivalóval kedveskedtek a résztvevőknek.